A műszaki átvétel és a próbaüzem után teljes kapacitással működik majd a szennyvíztisztító telep. Maga a projekt beruházási összege az akkora, mint amekkorát az elmúlt 5-6 évben tudtunk összesen a megnyert projekteken keresztül megvalósítani. Ez a projektum 1,9 millió euró értéket tartalmazott Magyar-Kanizsa község számára. Ez a legvégén már a járulékos költségekkel együtt több mint 220 millió dinárra rugott, amihez tudni kell, hogy az önkormányzat teljes éves költségvetése 850 millió dinár. Magyar-Kanizsának olyan szennyvíztisztító berendezése lesz, amely a környezetvédelmi előírásokat szem előtt tartva a Tiszában és a szántóföldek melletti kanálisba juttatja a vizet öntözési célból. Az elmúlt 4 évben az építkezés ideje alatt a községnek a költségvetését úgy kellett terveznie, hogy elegendő pénz jusson az előfinanszírozáshoz szükséges önrészre. A községnek sikeresen le kellett bonyolítania a nemzetközi pályázatot, illetve megfelelő szakembereket kellett alkalmaznia annak érdekében, hogy az uniós előírásokkal összhangban realizálja a terveket. A beruházás ideje alatt 3 partner szervezet működött együtt, a Magyar-Kanizsai Önkormányzat, a Szegedi, a Tivizig, valamint a Tartományi Mezőgazdasági Titkárság. Ez a projektum Szerbiában egyedülállónak számít.